A következő sorozat viszont, amit bemutatunk, egy igazi, tökéletes ínyenc falat, ez mégpedig a Pretend It's a City című 7 részes dokumentum sorozat. Sziasztok! Üdvözlök titeket a ClickHouse Streamtime és a könyves legújabb februári epizódjában, és kezdjük is a hírekkel. Az első hírünk az, hogy az American Film Institute, az amerikai film institút, magyarul, ha úgy vesszük, vagyis az AFI úgy, mint minden évben kiadta a tavalyi év top 10-es listáját a legjobb filmekről és sorozatokról. Nekünk elég meglepő és nagyon jó, hogy a listát rendkívül sok streamelési szolgálat filmjei és sorozatai uralták. Például a filmek közé bekerült a The Five Bloods a Netflix-től, a Marenia Blues nagyasszonya, a Monk, az Amazon Prime-tól bekerült a One Night in Miami, vagy pedig a The Sound of Metal. Szintén meg lehet említeni, hogy a sorozatok között bekerültek olyan sikeres sorozatok, mint a Bridgerton, a The Crown, vagy a Vezércsel, a The Queen's Gambit, amit itt szintén bemutattunk. Szintén meg kell említeni, hogy az Apple TV Plus-tól a Ted Lasso bekerült a sorozatok közé, ugyanúgy, mint a Disney Plus-tól a The Mandalorian. A második hírünk pedig az, hogy a Variety magazin szerint, pletykák szerint, mondjuk úgy, úgy néz ki, hogy a Warner Bros-nál nagyon korai tárgyalások vannak, nagyon korai beszélgetések vannak arról, hogy valószínűleg lesz egy új Harry Potter sorozat az HBO Maxon. Hogy mikor fog kijönni, kik fogják csinálni, miről fog szólni, még nem tudjuk. Az egyetlen dolog az, amit tudunk, hogy vannak nagyon korai beszélgetések egy új, lehetséges sorozatról. A harmadik hírünk pedig az, hogy a Netflix lényegében megdöntötte a saját nézettségi rekordját. Tehát, ha jól tudom, a tavalyi évben mondtuk, hogy a Vezércsel vezette a legnézettebb saját gyártású Netflix sorozatok listáját, viszont ezt megdöntötte a Bridgerton 63 millió nézővel, és ugyanezt a Bridgertont pár héttel később a Lupin című francia saját gyártású Netflix sorozat megdöntötte 70 millió nézővel. Ezt a főszereplő Omar Sy Twitterjéről tudtuk meg. Szóval, kezdjük is a filmeket és a sorozatokat. Az első sorozat, amit bemutatunk, az, ha jól tudom, magyarul nincs címe, angolul viszont az a címe, hogy A History of Swear Words, amelynek Nicolas Cage a házigazdája. A sorozat nagyon röviden arról szól, hogy 6 epizódja van, és mind a 6 epizódban egy angol káromkodás történetét mutatja be. Ez azt jelenti, hogy minden epizódban Nicolas Cage a házigazda, és mindig besegítenek neki komikusok, illetve színészek, mint például Sarah Silverman, Jeffrey Jones vagy Nick Offerman. Őszintén megmondva, én nagyon örültem erre a sorozatra, mert imádom Nicolas Cage-et, és magában az ötlete a sorozatnak nagyon jó volt. Viszont a megnézése után azt kell mondjam, hogy egy picit csalódott vagyok, ugyanis a sorozat rendkívül, hogy is mondjam, felszínesre sikeredett. Tehát tényleg néha az embernek olyan érzése van, hogy az egész sorozat inkább csak az, hogy a színészek és a komikusok mondják ezeket a szavakat, ahelyett, hogy tényleg ez a történet lenne magyarázva. Tehát legjobban úgy tudnám mondani, hogy annak ellenére, hogy a sorozat a szavak történetéről szól, történelméről, inkább vígjátékot csináltak benne, mint hogy tényleg ilyen faktuális történetet vagy bemutatását a szavaknak. A következő, amit bemutatunk, egy szintén eredeti Netflix produkció, mégpedig a Halálos harcmező, vagy Outside the Wire című lényegében sci-fi akciófilm. A történet nagyon röviden az, hogy valamikor a jövőben Ukrajnában járunk, ahol polgárháború van, az orosz pártiak harcolnak a függetlenségpártiakkal, és természetesen az amerikaiak is ott vannak és besegítenek. A film lényegében sci-fi abban, hogy például az amerikaiak robotokkal harcolnak. Az egyik főszereplő egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy félig robot ember szerűség, és én összintén megmondom, hogy azért néztem meg ezt a sorozatot, mert sokáig benne volt a Netflix 10 legnézettebb műsora között. És szintén azért, mert Anthony Mackie játssza a főszerepet, akit nagyon kedvelek. Viszont óriási csalódás lett, ugyanis szerintem egy kifejezetten nem jó filmről van szó. Tehát az akciójelenetek és a vizuális effektusok, ugyanúgy, mint a színészi játékok, jók. És lényegében az egész története a filmnek, magában a rendezése rettenetesen kiszámítható, klisés, és tényleg olyan, hogy ilyet már sokszor-sokszor láttunk. Szintén nem tudom miért ezt a klisét Kelet-Európával kapcsolatban, hogy mindig minden szürke, be van borulva, minden romokban hever,
Tovább viszi ez a film, ugyanúgy, mint például megnéztek egy hollywoodi filmet, Mexikó mindig narancssárga és naplemente van. Ugyanúgy ezt a klisét Kelet-Európától tovább viszi, és ez egy rendkívül B-kategóriás akciófilm. Én rendkívül untam, én nekem be is kell vallanom, hogy én a két órás filmet két részben néztem meg, ugyanis pihennem kellett a felében. Nem tudom, hogy lehetett ez a Netflix egyik legnézettebb filmje. A következő sorozat viszont, amit bemutatunk, egy igazi, tökéletes ínyencfalat, ez mégpedig a Pretend It's a City című 7 részes dokumentumsorozat. Martin Scorsese rendezte, és az egész sorozat Martin Scorsese beszélgetése Fran Lebowitz-szal. Fran Lebowitz egy tipikus New Yorki intellektuális, és lényegben az egész sorozat arról szól, hogy Lebowitz megpróbálja nekünk bemutatni New Yorkot. Tehát New York az egyetlen város, ezen kívül semmi más nem létezik természetesen. Egy fantasztikus sorozat. Martin Scorsese és Fran Lebowitz olyan szenvedéllyel és olyan energiával csinálják ezt a sorozatot, hogy az ember tényleg néha csak mosolyog. Egy fantasztikus valami Lebowitznak a tökéletes beszólásai és megfigyelései, egy igazi élményt nézni, ugyanúgy, mint Martin Scorsese mesteri rendezését és a tökéletes nevetését. I'm the only person who's lived in New York as long as I have who has never made a correct real estate decision. És most eljutottunk a könyveshez, úgyhogy kezdjük is a könyveket. Az első könyvben bemutatunk egy novellás kötet, mégpedig Alice Munro-tól. Alice Munro 2013-ban Nobel-díjat kapott, és lényegében a ma bemutatott könyv az első kiadott novellás kötete. Lényegében 15 rövid történet van benne, és mindegyik rövid történet egy-egy hétköznapi karakter életéről szól. Egy olyan pillanatról, megpróbál egy olyan pillanatot megragadni, amely megváltoztatja ezeknek az embereknek az életét. Például egy lány, akit az iskolában senki nem kér fel, vagy pedig a lényegben a vadonban játszódik, ahol egy kislány az édesapjával találkoznak egy rendkívül furcsa emberrel. Tehát nagyon-nagyon tágas területen sok embert foglal magába a történet, és rendkívül vannak megírva, rendkívül humanista és emberien vannak megírva ezek a történetek, és megpróbál Munro ilyen ablakot nyitni nekünk lényegében a karakterek életébe és érzéseibe. És a másik könyv pedig Zadie Smith-től a Sugallatok. Na, ez igazi ínyenség, ugyanis az írónő ezt a karantén alatt írta, még a tavalyi évben, és lényegében ez egy rövidke esszés kötet, hogy úgy mondjuk. Tehát vannak benne esszék, de vannak benne csak ilyen megfigyelések, mondjuk úgy. A lényeg az, hogy van benne egy esszé, amely arról szól, hogy az írónő ránéz egy virág ágyasra, és ami az eszébe jut, tehát ilyen teljes asszociációkban ír el, ami az eszébe jut. Tehát eszébe jut a virágokról az irodalom, az írás, a tevés és a semmit tevés és a bezártság. Vannak olyanok úgynevezett screenshotok, hogy egy-egy karakter, akivel találkozott, ki van ragadva például, egy öreg néni, akivel találkozott, egy régi ismerős, és ezt a pillanatot leírja, illetve van benne egy esszé, amilyen érdekes betekintést enged nekünk az amerikai társadalomba. Összességében rendkívül ajánlom, egy fantasztikus kis kötet, amit talán egy ülésben is el lehet olvasni. Szóval ennyi volt már a Steam Time és a könyves, remélem tetszett, és lájkoljatok minket Facebookon és YouTube-on, és legyetek biztonságban és sok egészséget, sziasztok!